Zenéről, művészetről volt szó azon a beszélgetésen, melyet múlt héten tartott a makói polgári szalon a Korona étteremben. Az estre meghívták szentpéteri Csillát, Makó szülöttét, aki zongora művészként vett részt az eseményen. Beszélgető partnerei Kocsis Máté, Lázár János, Farkas Éva, valamint Halmágyi Pál voltak. Szentpéteri Csilla mindig örömmel beszél makóiságáról, és mindig szívesen tér vissza városába, ez most sem volt másként. Nagyon örültem, nagyon-nagyon szimpatikus volt a kérés, mert így alkalmam nyílik minden esetben kifelé a nagyvilág felé kommunikálni, hogy valóban egy lokálpatriótával találkozhatnak, hogyha velem beszélgetnek, és fontos számomra a városnak a sorsa. Figyelemmel követem, hogy mi történik, úgyhogy nekem kifejezetten azt a fajta fórumot kell viselnem, jó magam is vagyok, az édesanyát, a nőt, a zongora művészt, a művészeket és az egész művészi világnak a mai helyzetét Magyarországon. A művésznő komoly dologra készül a jövő év elején. Terveiről szívesen beszélt stábunknak is. Én tulajdonképpen, amit szeretnék kibontani a magam részéről, januártól indítok el egy nagyszabású látványos ifjúsági sorozatot, ami alapfokú művészeti iskoláknak fog szólni, és 40 koncertről van szó, aminek a témája Látta de már a zenét, és hát egy ilyen nagy közös muzsikálás célom az, hogy a hangszereket még inkább megszeretetni a gyerekekkel, mert azt látom, hogy picit talán csökkent a hangszert tanuló gyermekek száma az elmúlt évtizedben, és hát nagyon-nagyon szeretném, hogyha erre jobban fókuszálnánk, mert hát a jövő zenéjéről van szó, hogy stílusosan fogalmazzak. Jó hír, hogy a sorozat egyik állomása Makó lesz, így a városban tanuló zenészpalánták közelebbről is megismerkedhetnek Szentpéteri Csillával. Január végén indulnánk el, már a makói zeneiskolával meg is beszéltük, úgyhogy jövünk ide, és szerintem a Hagymaházban lesz egy rendkívül látványos, nagyon-nagyon érdekes, izgalmas, és szerintem az egésznek az lesz a fénypontja, amikor majd a gyerekekkel együtt játszunk, és a zenéimre készülnek majd rajzok, kis versikék, és hatalmas vetítés lesz, és különböző korszakokban fogunk zenei utazásokkal szépen színes világba eljutni.